Korán reggel a paksi hivatalban kezdte a keddi munkanapját Süli János. A körzetben elsőként adta át a hármas számú választási bizottság elnökének, dr. Blazsek Balázsnak az ajánlásokat a Fidesz-KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltje, akinek aktivistái több mint 1700 aláírás gyűjtöttek össze, mindössze egy nap alatt. Ehhez meg kellett kicsit mozgatni magunkat, hogy ezt mondjuk egy nap alatt, mert tegnap estére már össze volt rakva, hogy ma le tudjuk adni. És ma is folytatódik, gondolom a piacon is a kollégáim gyűjtik valami szélcsendes vagy hómentes helyen, hogy ne házzanak el a aláírásgyűjtőívek. A két új blokk építése jelentős térségfejlesztést igényel a régióban. Ezen szeretne dolgozni országgyűlési képviselőként is Süli János, aki elmondta, ha miniszterként még kapnam egy erős mandátumot, több tízezer szavazatot a 72 ezer szavazásra jogosultaktól, az nagy mértékben megerősíteni a munkáját. Itt el kell ennek a térségfejlesztésnek jutni Bécsig, Kaposvárig, mert az egész régió egy picit lemaradt más régiókhoz képest, tehát hiába van autópályán, nem tudtuk kihasználni, hogy ide plusz import tudjunk, holott az adottság megvan, mert Pécsen is olyan szakembert lehet képezni, amilyen az ipornak igénye van. De ebbe be tudsz állni Szekszárd és Dunajváros és Kaposvár Egyetem is, tehát a régió adottságai jók, ezen kell együtt dolgozni, hogy még jobb legyen. A jelölt állításhoz szükséges ajánlások a 2018. március 5-éig gyűjthetők. A jelölté váláshoz 500 érvényes aláírást kell leadni a jelölteknek.